Ebben a mai videóban arról lesz szó, hogy melyik alaktípushoz melyik a legideálisabb farmer fazon. Sokan kértétek ezt a témát, és hát én magam is fontosnak tartom erről beszélni, hiszen mindannyian imádunk farmert hordani, és jó tudni, hogy melyik a legelőnyösebb. Így van, sokkal könnyebbé teszi a vásárlást, úgyhogy ha érdekel ez a téma, akkor gyere és tarts velem ebben a videóban. Szia, üdv újra a csatornán, nagyon örülök tényleg, hogy újra velem tartasz. Ha először jársz itt, és még nem találkoztunk, akkor gyorsan bemutatkozom. Én Virág vagyok, sminkes és stylist, jelenleg Stockholmban élek, és Svédország egyik legnagyobb sminkiskolájában vagyok sminktanár, úgyhogy nagyon remélem, hogy tudok neked mutatni egy-két tippet, trükköt, hiszen a csatornán sminkkel, divattal, stílussal kapcsolatos videókat találhatsz, főként 40 fölötti hölgyeknek, mint amilyen én is vagyok. Úgyhogy, ha érdekelnek ezek a témák, akkor nincs más dolgod, gyorsan iratkozzál föl, nyomjál kis csengőcskét is, és így biztos, hogy nem maradsz le semmilyen fontos információról, vagy érdekes videóról. Jó, mindketten boldogok leszünk, szóval köszi! Ahogy minden videómban elmondom, most is, nem fogod megkapni a Szent Grált, vagy a bölcsek kövét, tehát ezek nem kőbe vésett szabályok, amiket most elmondok neked. Nagyon jó, hogyha tudod követni, mert nyilvánvalóan így meg tudod határozni, hogy mi az, ami a legjobban áll. De ha találsz egy olyan farmert, ami mondjuk nem tökéletesen az alakformádra szabott, de te fantasztikusan érzed benne magad, akkor azt vedd meg, azt hordjad. Ennél fontosabb szabály, mint hogy jól érezzük magunkat a ruháinkban, nincsen. A farmer egyébként egy borzasztóan jól kihasználható alapruhadarab, én imádom, meg hát szerintem te is. Nagyon fontos, hogy kényelmes legyen, egy kényelmes viselet, ez a legfontosabb benne, jól összekombinálható sportos cuccokkal, de akár elegánsá is varázsolhatod egy magas sarkúval, vagy egy kis búzocskával, tényleg csak rajtad múlik, de a legfontosabb, hogy kényelmes legyen. Mielőtt elkezdenéd nézni ezt a videót, és nem láttad az előző videómat, amiben arról van szó, hogy hogyan tudod meghatározni, hogy mi az alakformád, kérlek szépen, hogy gyorsan nézd meg ezt az előző videót, valahova ide be fogom neked linkelni, és akkor már tudod, hogy mi az alakformád, így válik értelmezhetővé ez a videó, vagyis hogy a te alakformádhoz milyen farmer fazon illik. Jó? Szóval nézd meg, és gyere gyorsan vissza. Szóval szép sorjában végig fogunk menni az összes farmer típuson, és el fogom magyarázni, hogy melyik alaktípusnak a legideálisabb, de először is avval fogunk kezdeni, hogy milyen derékmagasság az ideális neked. Ugye háromféle derékmagasságot ismerünk, van a csípőnadrág, vagyis alacsony derékmagasság, van a normál, és van a magas derekú. Szóval először ezeket fogjuk kivesézni. Nincsen egyetlen megoldás egy-egy alaktípusra, de tudok neked adni néhány ötletet vagy tippet, hogy hogyan gondolkodjál, amikor farmert választasz magadnak, de nyilván többféle megoldás is létezik. Az első az az alacsony derekú, vagyis csípőnadrág, ez körülbelül egy olyan fél, egy tenyérrel köldök alatt végződik, tehát itt van a dereka. Nyilvánvalóan, hogyha van egy kis pocakot, semmiképpen se választ ezt a fazon, mert kibudjon a pocak, nem szép, nem akarom pocakot villantani. Ezt inkább azoknak ajánlom, akiknek atletikus alkata van, tehát ez a fordított háromszög, vagy pedig a modell alkat, az oszlop alkat, akiknek arra van szüksége, hogy a csípőre tereljük a figyelmet, és ez a horizontális vonal a csípőn, ez nagyon szépen kiemeli, és nőiesebbé varázsolja a csípőt, de nyilván nagyon fontos, hogy szép lapos hasad legyen, hogyha ilyen farmert szeretnél hordani. A normál derekú farmer, ami körülbelül egy olyan két ujjnyival a köldök alatt végződik, ez egy nagyon-nagyon alakbarát fazon, hogyha stretch a farmer, akkor is nagyon jól összetart, hogyha van egy kis extra felesleget, tehát tényleg nagyon szépen leszorítja a pocakot, hogyha éppen arra van szükséged, de gyakorlatilag ez bármilyen alakformának ideális lehet, és egy nagyon kényelmes megoldás is. És ahogy mondtam, nagyon alakbarát.
A magas derekú farmerok abszolút virágkorukat élik, nagyon-nagyon trendi. Ezt azoknak az alaktípusoknak ajánlom, akiknek nagyon szép, vékony dereka van, mint például a homokóra, ez abszolút ideális, de esetleg egy vékonyabb derekú atletikusnak is szerintem nagyon csinos lehet. A körtő alkatúaknak akkor ajánlom, hogyha nem túlságosan nagy a hátsó felük, vagyis a perekük, csak szépen próbáltam fogalmazni. Hogyha körte alkatú vagy, és úgy érzed, hogy ez csinos rajtad ez a farmer, akkor mindenképpen próbáld meg kiegyensúlyozni egy picit a felső résszel, ahogy az előző videóban is említettem, tehát valami keresztbe csíkos vagy mintás felsővel szerintem abszolút jól néz ki. Én is körte vagyok, és imádom a magas derekú nadrágot, szerintem nagyon csinos, de nyilvánvalóan a saját alkatodhoz képest próbálgasd ezeket. A magas derekú nadrághoz én mindenképpen egy rövidebb állású vagy betűrt felsőt javasolok, és hát ne felejtsük el, hogy a fenekek virágkorát éljük, tehát a fenék az új mell, úgyhogy nyugodtan meg lehet mutatni, amink van. Boyfriend jeans az egy ilyen nagyon laza, kényelmes, lazán alapkövető farmer, normál derékállással. Mivel ilyen nagyon kényelmes darabról van szó, ezért az alma típusoknak is tudom javasolni. Nagyobb méretbe kapható olyan megoldással is, hogy itt a hátsó derék részen van egy kis gumibetét, tehát még kényelmesebb lesz a derék része. Ha alma típus vagy, mindenképpen egy hosszabb felsővel javaslom összekombinálni. Egyébként a boyfriend jeans nagyon jól áll az atlétikus alkatnak, illetve a modell alkatúaknak. Egy picit lazán leejtve a csípőre, nagyon jól áll ezekkel a kis rövid felsőkkel, vagy betűrt felsővel. Tényleg egy ilyen nagyon cool külső kölcsönöz. Tök jól áll egy sima fehér póló, tornacipő, bőrdzseki kombinációval is, de akár magas sarkúval, blazerrel is. Nagyon jó, hogyha egy picit föltűröd az alját, és akkor akár egy sima kis balerinával is föl tudod venni, nagyon jól néz ki. Csőnaci mindenki kedvence, tudom, hogy mindenki imádja, és hát ez nem is véletlen, mert gyakorlatilag a csőnadrág, a csőfarmer az minden alaptípusnak jól áll, csak nyilvánvalóan a megfelelő darabot kell kiválasztani. Mivel általában ugye stretch anyagról beszélünk, ezért nagyon jól összetartja, amit össze kell tartani, tehát hogyha van egy kis extra itt-ott, akkor is nagyon jó viselet. Figyelj arra, hogy mindenképpen jó minőséget válasszál. Na, hát de hogy válaszunk mégiscsak az alaptípusunknak megfelelő csőnadrágot? A színre érdemes nagyon odafigyelni. A homokóra, illetve a körte alkatúak, azok egy picit sötétebb színt válasszanak, ezt a klasszikus sötétkék farmerkéket. Az almáknak azt ők választatnak világosabbat, de a lehető legegyszerűbb fazon. Az atletikus, illetve a modell, vagyis vékony oszlop, ők is világosabb szint javaslok nekik, de ezen kívül bármilyen rátét, szaggatás, koptatás, tehát nekik bármi jöhet, hiszen nekik az alsó részre szeretnénk irányítani a figyelmet. Tehát a csőnadrágnál mindössze a szín választásra kell odafigyelned. Az egyenes szárú nadrág az gyakorlatilag a kis testvére a csőnacinak, tehát hogyha nem vagy oda a csőnadrágért, úgy érzed, hogy az azért túlságosan mindent megmutat, akkor inkább válasszál egy egyenes farmert, nagyon-nagyon kényelmes, tényleg egy nagyon jó viselet, igazi klasszikus, nagyon jó lehet az alma, a körte, illetve a homokóra típusoknak, hogyha nem akarsz túlságosan nagy figyelmet irányítani az alsó részedre. Tényleg egy klasszikusról beszélünk, abszolút jól kombinálható mindennel. Egyre figyelj oda, hogy az egyenes szárú farmer, ahogy mondtam, azért ez egy elég old school darab, tehát nagyon fontos, hogy milyen edzőcipővel párosítod, hogyha sportosan szeretnéd hordani, mert hogyha egy ilyen old school tornacipővel párosítod össze, vagyis hát egy ilyen
hogy mondjam, nem túl menő darabbal, akkor lehet akár mamás is a megjelenésed, tehát ezt nem szeretnénk, tehát olyan cipővel kombináld, ami mondjuk egy ilyen trendibb darab. Ennyi a lényeg. A flare jeans egy igazi visszatérő, és bevallom, hogy a személyes kedvencem. A flare jeans az, ami tértől lefelé bővül, és most a magas derekú fazon az, ami nagyon divatos. Tényleg szerintem ez egy szuper nőies darab, nagyon szépen hosszítja a lábat, és nagyon jól ellensúlyozza a kicsit kerekebb csípőt, szóval nagyon jól néz ki a homokórákon, illetve a körte típusúakon, bocsánat, egy abszolút nőies darab, nyilvánvalóan betűrve kell viselni, tehát a fölsőt betűrve, vagy egy rövidebb fölsővel, ami nagyon-nagyon fontos, az a hossz. Tehát nem lehet túl hosszú, mert akkor végig söpröd vele az utcát, illetve hogyha túl rövid, akkor meg csak röhelyesen néz ki. Ezt a flare jeans én csak magas sarkúval ajánlom, a legjobban teli talpú cipőkkel néz ki jól, tehát ezek a teli talpú szandálok abszolút ideálisak a nyárra egy ilyen flare jeanshez. Nagyon fontos, hogy amikor elmész farmert vásárolni, akkor olyan cipő legyen rajtad, amivel majd hordani fogod, tehát így tudod jól megállapítani, hogy jó-e hosszban, illetve hát látod, hogy hogy áll maga a farmer. Hogyha túlságosan hosszú, akkor mindenképpen nagyon fontos, hogy a saját méretedre felhajtasd, vagy ha meg tudod csinálni, akkor te csináld meg, de ne legyen túl hosszú, mert az béna. Boot jeans, vagyis a csizma farmer nyers fordításban, az a kis testvére a flare jeansnek, ez is tértől lefelé bővül, de sokkal szolidabban, úgyhogy ezáltal egy igazi univerzális darab, jól állhat akár a homokórának, illetve a körtének, hogyha esetleg egy magasabb derekú változatban viseli. Az almának is jó lehet egy normál derékállással, illetve az atletikus és a modell alkatnak pedig egy csípő fazonba. Nagyon jó a kombinálható, nem csak csizmával, hanem akár egy edzőcipővel, vagy egy teli talpú szandállal, vagy magas sarkúval, tehát tényleg jól kihasználható. Újra visszatér a 70-es évek, illetve a 90-es évek divatja, ez a trapézszárú farmer. Én ezt is nagyon szeretem, de hát tudom, hogy nem sokan értenek egyet velem, de ebbe az évszakban, vagy évadban, vagy szezonban a trapéznadrág nagyon-nagyon divatos. Egyébként nagyon kisebbíti a csípőt, tehát hogyha egy picit nagyobb popsid van, akkor optikailag ez a lefelé bővülő vonal mindenképpen kisebbíteni fogja a fenekedet, de azoknak, akiknek kisebb a popsijuk, azok is hordhatják, tehát az atléta, illetve az, a modell alkat is viselheti. Nyilvánvalóan nekik inkább a csípőfazon az, ami megfelel. Én mindenképpen magas sarkúval, vagy teli talpúval, abszolút a teli talpú a kedvencem ehhez a farmer fazonhoz, tehát mindenképpen ezekkel javasolnám viselni, vagy pedig, ami most nagyon divatos, ezek a platform nagyon vastag talpú edzőcipők, ezzel is nagyon jól néz ki. De hogyha te egy klasszikus farmert keresel magadnak, akkor semmiképpen se trapézfarmert vegyél, mert a trapézfarmer az mindig jön, megy a divatban, tehát most sem hiszem, hogy túl sokáig fog itt maradni velünk, maximum 2 évig szerintem, tehát hogyha klasszikus farmert keresel, akkor inkább a többi fazonból válasszál, ez inkább egy ilyen trend fazon. De jól néz ki. Na hát azt hiszem, hogy az összes farmer fazonon végigmentünk, kivégeztük az összeset. Hogyha esetleg van olyan, úgy gondolod, valamit kihagytam, vagy valamiről nem beszéltem, akkor kérlek, hogy írd meg a komment szekcióba, meg azt is írd meg, hogy tetszett-e ez a videó, hasznosnak találta, de én nekem mindig annyira jól esik, mikor olvasom a kommentjeiteket, úgyhogy kommenteljetek jó sokan, léci. És ha tetszett a videó, akkor kérlek, hogy lájkold be, ez is nagyon sokat jelent nekem, illetve hogyha úgy érzed, hogy ezt érdemes megosztani, ezt a videót hasznos lehet másoknak is, akkor ne fogd vissza magad, és nyugodtan klikkelj a megosztás gombra.
és hát, hogyha tud növekedni a csatorna, még több feliratkozó lesz, és még több videót fogok tudni készíteni. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy végignéztél ma is. A következő videóban egy kis meglepetéssel fogok készülni, remélem tetszeni fog az a videó is, úgyhogy találkozunk legközelebb. Legyetek jók, sziasztok!